Az előző évekhez viszonyítva a nagybecskereki rendőrség jobb évet zárt. A bűncselekmények száma 20%-kal csökkent, súlyos bűncselekményekből is kevesebb volt Közép-Bánátban. Ugyanakkor a gazdasági bűnözések száma is megcsappant. A nagyobb rendezvényeken sem voltak rendbontások, továbbá a nemzetek közötti incidensek száma is kevesebb volt. Az előző évben 3 ilyen incidensre került sor, mindegyik megoldódott. 2011. évben 5 ilyen eset volt, közülük 2-t oldottunk meg, mondta a nagybecskereki rendőrség vezetője. Az illetékesek azt állítják, hogy a lakosság edukációjára kell összpontosítaniuk. Azt tervezik, hogy ezt az évet a megelőzés jellemezze. Elsőként a közlekedés biztonságát illetően szeretnénk előrelépni, és az iskolákban előadásokat szeretnénk szervezni, versenyeket ezen a téren, megszólítva az óvodás és iskolás gyerekeket, mondta Bojan Márkovics. A nagybecskereki rendőrség nagy reményekkel kezdte meg az idei évet. Abban bíznak, hogy a 2013-as biztonságosabb lesz az előző évekhez viszonyítva.